Szerusztok, srácok! Megnézzük, hogy mégis mi ez a Towerfall Defense, ami július 29-én fog megjelenni hivatalosan, ez a prológus része. Ez egy olyan játék, ahol egy tornyot kell irányítanod, egyetlen egy tornyot, azt fejleszted, és egy hordányi idegen fog, tehát hogy egy csomó idegen fog feléd tartani. 30 perc nagyjából egy kör és 19 sima hullámmal van, majd a végén egy boss fight közeleg, ez erőteljesen hasonlít egyébként a Brotato nevezetű játékra, azzal a különbséggel, hogy itt nem tudsz mozogni. Szóval ez gyakorlatilag Brotato egy toronnyal. Ezt fogjuk most majd kideríteni és megnézni, hogy mégis milyen. Ez egy egyszerű játék. És az a terv, hogy kontrollerrel fogok játszani. Aha. Kezdjük az alap toronnyal, ezzel a monccal. Aha. Ja, és akkor ugyanúgy lehet választani itt kezdő skilleket. Később tudunk majd szerezni, oké. Okay. Jó, kezdjük amúgy ezzel az elsővel, ezzel az Airblade-del. 7 szekes cooldown van rajta. És akkor a nehézség szintén, mint a Brotato-ba. Hát ezek a srácok nagyon inspirálódtak a Brotato-ból. Ezt te is próbáltad, Istag? Szevasztok. Lelassítja az időt, amikor skillt használunk. Jó. Tehát alapból lövöldöz. Mi a véleményed a jelenségről, miszerint TikTokon technóra táncolnak nagymamák, papák? Biztos jól lát. Ezek a TikTok trendek engem nagyon idegen hagynak. Szóval jön supply nevezetű ellenség, amit nem fog lőni a torony, szóval valószínűleg a skill-el kell majd lecsapni. Jó. Hát. Szintet lép. Nem tudom, hogy halt meg. HP regen, tower melee damage, projectile dodge. Én azt mondom, rolloljunk egyet. Tower range, luck, egy jó kis luck. Azt mondja, hogy select a skill, auto skill setting. Ajaj. Ja, és akkor automatán nyomj el a skillt is, hogyha akarom. Nem, egyelőre nem akarok ilyet. Hát én nem. Sose követtem ezeket a trendeket. Én valahol leragadtam ott, hogy Ice Bucket Challenge, meg a Harlem Shake. Nekem ilyen challenge-ek vannak majd. Jó, legyen Tower Range. Ja, és mivel két szintet lépünk, ezért tudunk élni egy olyat is, hogy Tower Ballet Crit Chance mondjuk legyen ez. Hol van az már? Hát ez legalább 10 éve volt. Le lehet lokkolni itemeket, hogy később megvegyük. Szintén Brotato. Na nézzük, mit vegyünk meg. 72 pénzünk van. Minusz egy element. Az Airblade extra hosszúságút fog csapni már is. Itt is van egy olyan, hogy glitchit ad, és ez nem csinál semmit. Nem tudjuk, hogy ez mi lát. Nem lehet rollolni, jól van. Az igen.
Konkrétan skillt is tudunk venni. Rollolok még egyet. Még több supply. Plusz egy armor. Lightning chance. Jó, legyen egy ilyen. Ötvenöt pénzért ezt a landmine-t nem tudom megvenni. Valószínűleg azért lila. Legyen ez. És veszünk még egy olyat is, hogy mennyi a max MP? 23, akkor ez még belefér. Let's go. Aha! Aha! Aha, itt már kell használni, srácok, a skillt. Fizetős lett a köszönés? Hát, izé, az van, hogy nem nagyon terveztem. Ez fura volt. Szóval nem nagyon terveztem, hogy 5 percenként. Szevasztok, srácok, üdv mindenkinek, hello, szevasztok. Szóval ezt így néha-néha benyomom egy fél óránként, óránként, de valami ilyesmi kiodájna. Legyünk egy skillt, nézzük meg. Itt szállsz? Már mindegy, már komolyan vettem, most már késő. Aha! Nagyon gyengusz, sajnos. Oké, még pár másodperc. Csatornapon tér lehetne csökkenteni a köszönés kódányát? Igen. Kellene nekünk szerintem ilyen HP-reg. Oppá! Ez valami epikus dolog. Legyen... Luck. XP. Kérünk landmine-t is. Hoppá, skill cooldown csökkenés. Nice. Base pushback distance. Jó. Ezt be kell rakni majd automatára. A landmine-t. Na, ez gyönyörű lett. Nagyon sokan vannak, basszus. És minél távolabbra rakom, annál erősebb. Jesus! Dead. Ja, vége. Hú. Semmi gond, Kodája. Na az mondjuk tetszik, ez a support unit. Na és akkor így gyorsan bekapcsoljuk, hogy ez autoskilles legyen. Amint készen áll, ellenség prioritás... menjen a supply-ra. És így ez. Tessék. Na ez most már automata.
Aha, damot növel a landmine-nál. Mehet. Mi van még itt? Glitchy, hát ez nagyon jó. Akkor menjen tovább. Ahogy ezt is be kéne lakni a automatára. Szeaklon az, nagyon jó, hogy kiváltottad a Discord bérletet, bár érdemes elolvasni ilyenkor a leírását annak, amit kiváltasz, mert oda volt írva, hogy írd oda kérlek a Discord profilod nevét, mert így nem tudom, tehát hogy így nem tudom odaadni a bérletet. Fel kell lépni a Discord szerverre, és hogyha fent vagy, akkor beírod a Discord neved ide a kiváltásba, és akkor már is tudom majd stream után, vagy a következő stream előtt odaadni a bérletet. Szóval én most visszaadom a pontjaidat, mert így ezzel nem tudok mit csinálni. Én itt kb. Csak az XP tolajnak láttam az értelmet, a többi elég kis bónuszt ad. Mindjárt megnézzük. Mindjárt megnézzük. Tehát... pénz, XP, HP növelés. Uh-huh. Intézem majd a kiváltást. Szevasztok, srácok, szép jó reggel. Jó. Amúgy ez nekem tetszett, ez a... Ja, és ennyi van, húha, hát akkor ez tényleg most nem lesz sok minden. Ez a supply-os amúgy elég jó. Régen nem 50 ezer volt a Discord bélet? Nem, 25 ezer az első fél évben. Második fél évben fele annyi, és az utolsó... A basszus lejárt az ide. Az utolsó negyed év, az meg még fele annyi. Amúgy ezt nem lehet megcsinálni a bottal, a Discord bejelet automatikus legyen a Twitch összekapcsolással valahogy. De lehet meg lehet, Bradog. Lehet, hogy meg lehetne. Viszont sokan, mint például az előbb klón, az is megjegyzést írnak a kiváltáshoz, és nem a nevet, úgyhogy hát ezzel nem sok mindent lehet csinálni. Mi volt az aspektus a játéknak, ami miatt felkeltette az érdeklődést? Azt hallottam róla, hogy olyas, mint a Brotato. Hopp, na Tower Bullet Damage mehet is. Rare itemek. Akkor kérünk lákkot. És kérünk Tower Melee Damage-et is. Ez kőkemény hazugságnak? Nem, ez amúgy fóra Brotato, csak annyiba, hogy ugye itt konkrétan a karaktered egy torony, ami áll középen. Ó, basszus, kellett volna venni skillt, na mindegy. Ha a user összekapcsolja a Discordját a Twitch-el, akkor nincs ellen lehetőség. De lehetne ilyet csinálni, Predrog. Az esetek felébe talán működhet, nem? Lehetne ilyet csinálni, aha. Na, ez most sokkal jobb.
Basszus. Basszus, nem tudtam még egyet támadni. Amúgy... ezt így gyorsan bekapcsoljuk. Felkiálta a játékok kiodájnál. Az a helyzet, hogy néha úgy érzem, olyan sok játékkal játszom, hogy talán az biztosabb, mint az emlékeim. Ghost Boy. Magyarok készítették, én teszteltem, annól tudom ajánlani már csak, amit feldolgoz, amiatt is. Akkor igen, azt próbáltam. Azt próbáltam. Neked a programozás pihenés van, az azt mondod? Enemy priority damage. Hát gondolom itt arra megyünk rá, hogy minél több HP-ja van, gondolom. Jó. Ja, hogy... Ja, értem, tehát ez gyakorlatilag, hogy mi legyen a prioritás. A HP-s legyen először. Ha közel van a toronyhoz, az még fontosabb. Na, tessék, valami ilyesmi. Ez jó lesz. Üdvít, srácok. Na, kérünk egy ilyen Tower Ballet Damage-et, ez jó cucc. Tower Fire Rate, nagyon jó cucc. És... ez mi? Ez hülyeség, ez a give up. Na, Q-Panther, neked is majd intézem a Discord beletet. Ha még nem vagy fent a szerveren, akkor gyere, és akkor... következő stream előttig megkapod. Tower Ballet Crit Chance. Tower Ballet Crit Factor. Mi van? Mi az, hogy... Tower Ballet Crit Factor. Ja, az a szorzó? Ja, jó. Akkor ez végül is jöhet. Akkor jó, ha nincs bónusz torony sebzése, távolra vagy ha mínusz vagy. Na nézzük. Nagyon lobálni fogom most, ha nem tudunk kivenni még egyet. Ezt amúgy lelokkolom, és akkor plusz egyre fogunk rálőni. Na nézzük. Ez most elég erősnek tűnik, srácok. Hát a legtöbb idő itt az agyalás, a kártyák meg kiválasztása, megtervezése, ez a lényegi része, mert ugye itt nem is kell nagyon mozognod, tehát úgymond itt ez már csak egy automata csata, kivéve hogyha ugye te nyomod a képességet. Amúgy ez a Springfield, ez jónak tűnik. Lehet egy gyorsítani játék? Megnézzük. Power Ballet Damage jöhet. Igen, én ezt akarom megvenni. Ballet Damage-et bukunk, de plusz egy enemy, akire ugye lövünk egyszerre. Minél távolabbra megy, annál több damot fog kapni. Ez is tetszik. És amúgy ennyi fért most bele.
szerintem nem lehet. Tetszik az a rugó ott a tornyon. A rugó a legnagyobb DPS toló. Element sebzésünk még egyáltalán nincs. Power Ballet crit chance. Az hogy áll most? 16. Végül is igazából meg lehetne nézni. Power range jöhet. Basszus, olyan Tower Defense játékot találtam a napokban, hogy így most látjátok ezt, az meg olyan, mintha valami űrkutatás lenne. Ez vajon miért jó? A Swing Boost Plus. Tehát, hogy még tovább fog pörögni? Hát az nekem is olyan az a Tower Defense játék, hogy azt nem is tudom, hogy lehetne jól streamelni, majd kitalálom. Ja, legyenek olcsóbbak az itemek. Igen, egy űrkutatású Tower Defense játék. Aha, na, átkerült máshova a rugó. Nem, az a helyzet, hogy... Arra így még nem készültem fel. Na várjatok, itt már lőnek rám. Erről nem volt szó. Mad, crit chance. Crit point. Ezt ki kell próbálni. Jó, ez amúgy át. Amúgy ez a kokó is jöhet. Ja, ezt ki akarom próbálni, ugye, mert ugye elementet bukunk, amit amúgy annyira nem nagyon csinálok. Elementástat. Szóval nem nagyon elementálozunk szerintem. Az ott passzívan gyűjti a pénzt. Kéne melee damage. Nem elég, hogy meglőnek a aszteroidával, de még lövöldöző ágyúsok is jönnek. Plusz egy talentpont. Jesus! Oké. Okay. Aha. Kérünk melee damage-et, tessék. Itt is kérünk melee damage-et. Igen, ezt elhozzuk. HP regen, ballet damage, ez is egy nagyon jó pick szerintem. Wow! Melee damage, ballet damage-ért.
hát ez az állára, ez nem tudom mikor jó, tehát sűrűbben jönnek az enemik, de kevesebbet sebzek, ez nem tudom, hogy ez miért jó. Ez szerintem egy jó deal lehet. Plusz egy skill readiness, tehát hogy kétszer fogok tudni majd támadni. Ezt sem tudom, hogy mi lehet. Na itt van még egy kokó, hát. Várják, kettőnél többen nem ire nem lövök. Akkor valamit félreértettem. Oda volt írva, plusz charge a skillnek, akkor is el tudod nyomni, amikor CD-n van. Ám. Ja, látom, dölt. Ja, akkor ez nem kell. 20% esélye a balettól elmegy a range-én. Jó, először megvesszük ezt, és akkor még erre is van pénz. Grafikában szerintem a Throne and Liberty nagyon jó. Így MMO-hoz képest, meg nem nagyon vannak loading screenek. De endgame-ben nem tudom milyen lesz, tehát hogy az a kérdés, hogy mennyire lesz FPS barát, jó kérdés. Ezek, amik így neki jönnek a torolynak, ez nem igazán értem, hogy ott most mi a koncepció. Nem hagynak HP-t ja, hogy ellopják a HP-mat? Vagy healelnek magukon? Kell ez a fire rate. Na nézzük. Frízelünk enemit? Evok. Tessék, még kérünk egy evokot. Hoppá! Airbleed plusz. Milyen jó, hogy ezeket most nem tudom kivenni. Aha. Jó. Na nézzük meg így. Hülye meteoroida. Ez kell egyébként a skill cooldown csökkentés. Azt a rohadt.
Jó. A passzív pénztermelőt mindig elpusztítják, ja. Az most nem volt a legjobb választás. 20 szekig még túl kéne élni? Tűha. Jó, már csak 5 szek. Nemrég megvettem a Deepro Galactic Survival, tegnap végre kipróbáltam, isteni játék. Na! Nehezebb, mint streamben látszik? Igen, ezt szokták mondani, hogy az átverés egy kicsit. Na, ezt kikérjük, az Airblade Plus-t. Ja, hogy ez egy fejlesztése volt. Amikor eltalál egy csapdát, van rá esély arra, hogy triggerelje anélkül, hogy eltalálnám. Ez nem tudom, mi lehet ez a csapda, de végül is az egyik fő képességem fejlesztés, szóval mehet. Medium, high vegyes beállításon átlag 90 FPS-ed van. Szerintem egy MMO-nál a lényeg, hogy a 60 meglegyen mindig. Olyan, mint hogyha elszívták volna a HP regenemet ezek a szemetek, vagy én nem tudom. Valami nagyon pörög, arra nem jöttem rá, hogy mi. De például pénzt azt nem lopnak. Aha, jó, hát nem tudunk semmire se költeni. Plusz 30, legyen a luck. Megduplázza a primary statot. Szerintetek ez most mi volt? Az XP százalékot duplázta meg? Defensive ring. Aha, ez mehet a view. Jó, ezt meg lelokkoljuk. Amúgy már 10. vévig eljutottunk, ez most haladás. Ha tehát a supply közel ér hozzám, akkor lejár. Gyere. Az meg nem kell. Mini damage az jöhet, vagy amúgy a HP regen is jöhetne. Elgondolkodtató. Ez
ezt ugye én lokkoltam le. Crit chance, fire rate, jó, azt elkérjük. Bullet damage, lákért, bullet damage meg pénz legyen. Pénz, bullet damage. Na mi ez itt? Airblade plusz plusz, let's go. Ne, lejárt a supply. Szerintem jó ötlet volt az a HP regen, srácok. Jó ötlet volt azt elhozni, nagyon szépen tölti vissza a HP-mat. Bullet damage, airblade plusz plusz, tehát rotáció, tehát skill cap van, tehát 20 eneménél többet nem tud megölni. És 15 a sebzésem, és most 15 ez a skill cap. Ja, kellenének a range-ek. Na, ezt lelokkoljuk. Jó, nézzük meg így. Azért az aszteroidákat, azokat megéreztük. Lehet, hogy most ez lesz a vége. Azt látom amúgy, hogy kellene nekünk még HP regen. Na, 6 supply box lett. Ez jöhet. HP regen skill damage, oké. Okay. Lákért, money és bullet damage-et. Lák, de 5%-kal több esély a glitch itemekre jöhet. Ez meg mindenféleképpen. Ugye ezt elhozzuk. Explosive supply-t, azt elhozzuk. Még egy kis lák. Bullet damage, Base lightning damage. Ho, na, ez amúgy jött. Ha a sebzést kapunk be, ellenséges projectile-t, akkor random skill ready lesz. Hát ugye mivel egy skillünk van, ezért vajon mi lesz ready?
Ez de jó lenne ez a Zavi, csak nem tudjuk lokkolni. Ez is jöhet az emergency. Minél több enemy van a range-ünkben, annál gyorsabban töltődik a cooldown. Ez mi? Nem tudok felmenni. Hát, az amúgy nem. És még rollolni se tudok. Azt akarom, ha lejár róla a CD, tényleg. Illetve tényleg sokkal gyorsabban töltődik. Ez nagyon jó. Kétszer is pörgött egyszerre. Ez nem kell, ez se kell. Ha jó legyen ez, legyen olcsóbb minden, skill damage. Ez nem tudom amúgy, hogy minek számít. Skillnek számít, szóval lehet, hogy 37,2, na nézzük most milyen lesz. Nem változott, hát akkor nem tudom. Ott van amúgy, távol range. Emergency jöhet még. Freeze enemy? Nem tudom, srácok. Jó legyen. Fagyott enemikről pattog. Ez tetszik, akkor már csak le kéne fagyni az eneminek. Jó, na nézzük meg így. Hát az aszteroidát nem tudtuk szétszedni. Dead. Ez könnyen lehet, hogy most dead. Új. Hát a HP-regen nem áldozom fel. Legyen 3 glitchi. Tessék. Legyen ez bármi is. 42 sebb ez a kard, lehet, hogy megkapta azt a 12%-ot, igen? Itt pedig nem változott a leírásba semmi. Én itt amúgy rollolunk egyet. Crit chance. Na, ez mondjuk elég erős. Bullet damage-et. Laser squad. Csak ki kell próbálni.
support az mit csinál? Support unitoknak az ereje több lesz. Ezt is ki kell próbálni. Meg ezt is, én azt mondom. Jó, hát. Leírásban csak az alapsebzést látjuk? Lehet, amúgy. Asztalat. Háromszor pörgött egyszerre a kard. Plusz egy talent pont. Gyorsabb, de többet kap be. Hát. Na és akkor innen kiveszünk egy olyat, hogy igen. Plusz egy HP, amíg végedem lesz a csatának. Hát mondjuk nem tudom, ezt így most elolvasva mégse tetszik annyira. Na most lehet 30 supportom, de nem tudom, hogy van-e support unitom például. Lightning chance. Az helyzet, hogy az element mínusz 4-be van, szóval nem tudom, ez mennyire segít rajtunk. Na, gyorsabb lesz, de gyorsabban töltődik a cooldown. Plusz melee damage. Na nézzük, itt most hozzáadódott-e. Itt hozzáadódott. Ez nem működne, ugye, mert nem negatív. Na, kérünk távol range-et, ezt meg lelokkoljuk. A pírszelést. Ja, volt swing, de nem tudom, mennyire lehet jó. Amúgy működik a fagyasztás. Elég szépen. Dead. Sajnos most dead. Ja, a meteorok sokat sebeznek, valószínűleg kéne az armor. Hát ugye az mínusz 4-ben van. Projectile dodge-ot tudunk kérni. Jó, kivesszük amúgy. Hopp! És még tudunk kérni projectile dodge-ot. Mi ennek a leírása? Megközben kérünk innen egy tower range-et. Így van, a tower tud dodge-olni. Kikerüli. Szóval ezt a swing boostot vegyük ki. Jó. Random stat duplázás.
Na, max HP-t növeltem. Ballet crit chance, crit factor jöhet. Ezt meglokkoljuk. Ezt a pierce-elést is lokkolom. Utolsó körök. Az baj. Visszafele ment a suhintás. Ja, azt néztem, hogy visszafele ment, de nem vágom mitől. Plusz egy HP az jöhet. Még több supply jöhet, ezt eladjuk. A glitchinek nem tudom mi értelme van. Még több supply. Hát. Pierce-elés. Laser cucc. Energy ball. Na ez a support unit. És ugye mi van a supporttal? A power-jüket növelte. Tessék. Próbálok figyelni, hogy lézer most már 2 volt például. Hülye meteorok. No! Meteorszok! No! Hú, de jó, hogy lefagyasztotta a meteort. Ha ez a fagyasztás, ez jó, jó cuccnak tűnik. Ez mehet. Skill cooldown, ez jöhet. Jó legyen az element. Na, a tower range, tessék. Minusz 3 random primary statból. Aha, hát az element pluszba ment legalább. Tessék, swingelések. Ez jónak tűnik. Tehát ha öl egyet balettel, krittel, akkor még egy balett megy a weakest enemy-re. Ez nagyon jó. Na és amúgy ez a vége. A végjáték közeleg, srácok. Ja, még csak 19, akkor nem. Ja, de... De. Ja, ok. Negatív armor az az, hogy többet kapok be. Szevasztok, szevasztok, srácok. Ali, ali. Üdv mindenkinek. Na, amúgy ez egy jobb kör volt. Na és akkor most meghozzuk ezt. A tronkot. És most landmine-t hozok.
Ez a landmine, ez elég jó. Ez strong, ez a landmine. Amúgy lehetne hozni közben az izét, az Airblade-et is. Igazából belefér. A lák az itemek rarity-ét változtatja, tehát hogyha feltűnik egy item, az nagyobb eséllyel lesz rare. Erre mármint, hogy rarebb. Az ilyen nekem valós, tehát. Skill damage-ját. Ezt elrollolom. Jó, skill damage. Még több supply. Jó van, ezt akkor elhozzuk. Ja, meg be kéne állítani basszus, hogy automata legyen. Na, nézzük. HP... Jó lesz ennek is ez. Random. Jó van az. Amúgy a közelire fókuszoljon. Mondjuk ez csak elnyomja és kész. Ez nem nagyon fog a közelire fókuszolni, de oké. Okay. Hát ja, de igazából ez CD-re nyomja a pergetést, szóval a pörgést. Igazából mindenki, aki range-en belül van, az kapja. Kérjük a lákot, skill kódán csökkenés. Wow, lightning. Twice light, viszont ez kétszer kell megütni az enemit. Érdekes. Kétszer kell eltalálni egy enemit, és akkor lightning lesz rajta, ha jól értem. Skill damage 12%. Hát amúgy kikérjük ezt az outbreak-et is. Nagy HP-s. Közeli
Tessék, ez valami ilyesmi lesz. Ja, a Lightning jó lenne, hogyha kicsi lenne a cooldown rajta, igen. De próbálok itt a skill cooldownnal operálni, már 15%. Mondjuk pont akarom, úgyhogy arrébb megyek. Hát, ha itt jobb helyen vagyok. Tower bullet, lightning chance, freeze, azt elkérjük. Igen, nézem kis András, mire gondoltál. Talák. És akkor most skill cooldown speed, az jöhet, illetve kérünk lákkot. Ja, ez a talent volt. Aha, landmine fejlesztés, na nézzük itt a számokat. Aha, 10 helyett 15 lesz. És nagyobb lesz a rádiusz. Na, jött a szerencsem. Aha, ez ennyi volt. Hú, amúgy ez az... Exbd, ez tetszik. Ha lesz rá pénz, lehet megvesszük. Na, ott volt. Lightning. Rosszul van beállítva amúgy a landmine. Jó, kérünk armort. Aha, tehát ez pont azt jelenti, hogy távolra menjen. Na, valami ilyesmi akkor. Na, ezt nézzük meg. Vagy a prioritással van a gond. Ja, a prioritással lesz a gond. De most pont a supply-ra akarja tenni, de a supply... Tehát itt most csak egy irányba tette az aknát. Tehát... Na nézzük csak. Ja, és most is át lehet állítani? Aha. Tehát akkor ami fontos az az, hogy közel legyen, tehát ez legyen a prioritás. Kivesszük a supply-t, mert az nem volt jó. A speed-esekre rakjuk, meg hogy közelre.
Nem tudom, ez így mennyire fog működni, most majd megnézzük. Szevasztok, szevasztok, skacok. Jó. Ez tetszik? Tetszik? Jó. Ez a 15% XP nem tud jó lenni. De lehet, hogy amúgy jó lenne. Na, ez most nagyon skill fejlesztés. Ez baj. Most meg az volt a gond, hogy a supply-t ugye nem támadja egyáltalán. Az lehet, hogy kéne egy másik skill. Az a gond, hogy a supply-nál... Lehet más fegyverünk. Lehet több fegyverünk is egyszerre, tessék. Le is lokkolom. Na, kérünk egy kis HP regent. Hoppá, egy support unit. Anti-ballistic wave. Megállózzuk ezt a másik képes. Most így a skillekre akarok rámenni, megnézni, hogy ez milyen. Na, valami ilyesmi. Ez folyamatosan CD-n lesz igazából.
Hát van olyan, hogy egy másodpercet várjon. Szóval még azt lehet választani. Vagy több másodperc. Fufu, igen, ezt most ki akartuk kérni. Na mehet. Ja, basszus. Szegény szüplájokat nem tudjuk agyon ütni. Hát nincsen negatív statunk. Hoppá! Egy kicsivel többet ütünk most. Sokkal nagyobb cooldown csökkentés kell. Azt néztem, hogy elkezdett homályosodni, mondom, hogy én látok rosszul. Na jó, megyünk még egyszer. Visszamegyünk ide. És maradunk a landmine-nál. Na jó. Hol van az egerem? Nem látszik? Úgy kell indítani a játékot, hogy legyen egerem. Nagyon kényelmetlen ez a kontrolleres irányítás nekem. Jó, egérbillentyűzet. Hoppá, lehet folytatni. Ez jó. Csak ez nem mostani rám volt. Na és akkor ugye azt akartam megcsinálni, hogy... Aha, tehát exkluzív. Tehát a random prioritás. Balanszt? Tessék, balanszt.
Az első kör az nagyon jól megy. A balansznál mindegy, igen. Tehát ez ugye nagyban növeli az armorunkat. Növelni. Ezt mindjárt elintézzük. Azt mondja, hogy skill cooldown speed XP. Megnézzük most ezt az XP-t. Ez a frízelés, ez jó. Ballet damage, HP regen, az is amúgy jó. Freeze jöhet. Lendes, landmine-os jöhet. Még egy roll, hát ha van valami. Ja, azt is elhozzuk. A kardozást. Amúgy azt is tudnám csinálni, hogy én jelölöm ki, hogy hova menjem. Hát HP regent elhozzuk. Meg még HP regen. Meg még HP regen. Egy kis HP regen. Az mindig jött. Skill. Jó. Amúgy igazából rollolunk egyet. Supply a HP-ból. Mert ugye a supply-ből HP. Hát annyira nem. Wow, köszi! Amúgy én ezt beállítom automatára. When ready, balanced, tessék. Mi felesleges predog? Szerinted? Ja, a supply-ból HP. Ez a fagyasztás igazából. Az a helyzet, hogy legutóbb volt egy csomó ilyenünk, ez az increased damage, de nem éreztem belőle semmit. Egy kis lák, 15 lák.
csak akkor ő csak... hát amikor közel van a towerhöz. De hogy a közelség mit jelent? Szevasztok, szevasztok, srácok. Ali, ali. Ja, lehet, hogy fel kéne tolni a Torinak az alapsebzését. Hát nem értem, hogy mit jelent Predrog. Hát ez lejárt. Springnek nem látom értelmét. Az komoly. 12%. Hát egy a toronyhoz közeli ellenfélre fókuszál. Ez. Én ennek a friendly fire-nek nem éreztem az, hogy most ez így bármit is csinálna. Tehát, hogy nem éreztem azt, hogy többet sebeznem. Random stat duplázás, ez szerintem jó, de nem most. Vagy nézzük meg most. És mi történt? Nem láttam semmit. Valamit az XP százalékot megduplázta? Lehet, hogy az történt amúgy. Jó. Te a Phoenix minden király. A skill cooldown az érződik. Na várjatok, 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 várjatok. Majd én robbangatok akkor. Az most egy beáldozás volt. Ja, ez jöhet Kövinek. Na. Jaja, jött a új No Man's Sky update. Jó, ez is jöhet. Az orgs az kell nekünk. Nagyon kevés a sebzés. Dead. Hajjaj. Na jó. Tehát akkor megyünk ide. Erre.
gyorsan állítunk egy olyat, hogy... Na valami ilyesmi. Nézzük meg így milyen. Az a helyzet ennél a bombánál nem jó az, hogy én választom meg, mert lelassul az idő. Igen, ez a brotétó mozgás nélkül. Igen, igen, ezt nagyon jól látod. Ez most jó volt. Melee damage az most nem kell nekünk. Hát amúgy az element se kell. 20% XP. Skill cooldown. Jó legyen a HP regen. Az a 10% money azt tetszett. HP regen. Rollolunk még egyet. Még egyet. Jött egy kis lák. Fejebb kéne tolni a torony sebzését. De nem látok most itt olyat. De nem is azt támadja. Most ez micsoda? Én ezt nem értem. Tehát be van állítva, hogy azt támadja, aki közel van. És így berobbant oda. Hát ezek a beállítások nem is működnek. Jó. Jó game, ugye? Jó game. Most mi a beállítás olyan?
Tudod, mit rontott el a fejlesztő? Hát igen, ezt az autoskillt. Szerintem X-elted exkluzívá. Oké. Tessék. Az a helyzet, hogy ennek se látom értelmét, hogy ezt most így elhozzam. Úgyhogy... Valami ilyesmire gondoltam. Na nézzük. Hát amúgy innen minden jöhet. Jó. Nagyon jó pikkek vannak most a sokban. Szeva Ati, na hogy rég néztél a Twitch-et? Több supply kell. Lehet bevállaljuk ezt a lákot is. Az a gond, a bomba nem nagyon sebez, hogyha közel vannak. Ja. Százszerzelék crit chance to critical damage. Ez jónak tűnik. Még egy kis HP regen jöhet. Power range. Luck. Na nézzük ezt. Tower Ballet Damage, nagyon jó amúgy. Aha, az ott kritelt. Ha belemegy a fénybe a lövedékem, akkor az ugye fixen krit.
Szóval első ránézésre az a baj, hogy amit állít az automatizálásnál, az nem egy prioritási sorrend, hanem egy kvázi valószínűséglista. Ha többféle célpontot állítasz, akkor százalékos esély van rá, hogy melyiket célozza meg a skill. Ja, igen? Aha. Ez látod, mondjuk lehet. Az nagyon tetszik. Lehet, hogy most ezt a kettőt vállaljuk be. Hát... egyik se jó. Azt láttam, hogy Warvidinben a tankok meg lesznek kopasztva. Na igen? Ja, amúgy ez jó lesz. Ez jó lesz, hogyha a baletekkel csinálunk valamit, akkor a minus tényleg tud majd durogni. Hú, 15%-kal több pénz, let's go! Ballet damage, luckot bukunk, pénz jön. Jó legyen. Jó legyen egy ilyen chronotrap még egyszer. Lassít. Akivel kontaktál. Szerencsére most nagyon gyorsan visszatöltődik a HP-nk. A kardban az volt a jó, hogy nagyon, nagyon szép clear-je volt. A bomba gyors, de nincs elég jó clear-je. Egy kis armor? Nagyon szimpatikus volt. Crit chance. Jó. Tower melee damage. Ó, az viszont nem jó. Wow. Skill fejlesztés. Vannak amúgy legendások, amik brutálisok cooldown speedet adnak, azokra kell rámenni. Bárcsak. Bárcsak látnék ilyeneket. Persze, HP-regen.
Na nézzük. Lehet kéne még egy kis HP regen, de csak lehet. Hú! Egy kis HP regen. Nagyon jó. Range. Az új game. Hát ha nem látod, akkor általában, nem látod még, akkor általában ez új game. Azt elhozzuk. Meg azt is. Jó, nem veszek semmit. Most ezt a ránt HP regenből akarom megcsinálni? Igen. Ez egy HP regen only run. Ahogy láttam, a boss ellen kell. Lák, persze. Wow. 3% eséllyel visszaállít egy HP-t? Ja, kéne nagyon a cooldown. Robbanási rádiusz. Nem, tehát hogy egyszerűen nem esnek olyan rollok, amik így kellenének, hogy jó legyen. Legalábbis nem érzem azt. Dead. Meg lesz ez, meg lesz ez. Elég rossz volt ez a rend.
Én most rámegyek erre a fire rate-re. Nem nagyon követem az AMCSI politikát. Még több pénz. Na ez jó lehet. Ja, Trumpra rálőttek, igen, az vágom. Lákot nem akarok bukni. Jó. És innen, igen, ezt most lelokkoljuk. Ballet damage, de ballet speedet kapok. Jó, ezt megnézzük. It's Jover. Na, most. Ez most elég jó. Bár hogy miért azt írja ki, hogy V1. Nem vágom. A last epokot próbáltad a patch után, nekem 21. óta nem hajlandó elindulni. Szerintem azóta nem játszottam. Skill kill cap. Ez mit jelent? Hoppá! Kill limit. Ja, hogy megnöveli a kill limitet. Aha! Na, hát most okosabbak lettünk. Az jó, jöhet. Holnap jön a WoW kiek beta. Mármint, hogy mi az? Nem beta, hanem holnap jön a WoW kieg pre-patch. Az mindig szerda. Amcsiked, Európa szerda. Ha kijön, fogod-e tolni? Hát ez olyan kérdés, hogy sütni fog holnap a nap, vagy sem? Na náhogy nyomom. 20% XP? Ballet damage. Ezt elhozzuk, itt roll, hopp, azt lokkoljuk. Rollolunk és nézzük, hogy jön-e valami. Melee damage tetszik. Jó. Amcsiked olyankor csak hot dogot lehet enni? Igen. Az mongol szokott politikán, az mongol mindennel foglalkozik. Ez most egyelőre tényleg egy jobb ránnak tűnik. Kár, hogy a supply nem ért be. Egyet rollolunk. Jó range. Kell a range amúgy a mine-nak. Fire rate. Luck. Ez kell. Ez is kell. Igazából az is kell. Free reroll in the shop. Let's go. Power melee damage alap. De várjál. Ez mi alapján sebez akkor? Ballet damage alapján sebez a landmine. Zsír. Aha.
Ez mondjuk elég veszélyes skill issue. Pénzt teszel. Ja, megnézzük. Azt max istagot hibáztatjuk, mit szóltok. Minden, minden kell. Ja, hogyha automatán van, akkor nem veszel pénzt? Az komoly. Ja, értem, értem, ez durva. Tegnap visszatértem hová, ez még mindig imádi való. Ja, és a Diablo 4-es hátas nagyon zorral, amit kaptál. Kizu. Holnaptól. Lehet vele Dragon Riding-olni. A Diablo 4-es mountal. Brutál jó. De nem mindig is taga hibás? Hát, nem mindig. Eddig ez jó, srácok. Jó ez a kör. Persze, legyen olcsóbb minden. Ballet damage-et nem akarok bukni. Fire rate. Jó. Most amúgy nem vágom ezt, miért adja ennyire. Skill issue. Free reroll. Azt megtartjuk. Azt megtartjuk. Uh-huh. Hopp, let's go. Aha. Aha. Nagyon beszippantott, pedig csak ki akartam próbálni, szóval kénytelen vagyok beruházni az epic csomagra a War Within-re fel. Ez ilyen, az a helyzet, ha egyszer már wowoztál és tetszett, és szüneten vagy, nehéz azt mondani, hogy én most nem akarok wowozni. Na. Nulla unique tagünk van. HP-ért cserébe armor. Jó, azt bekérjük. Ballet lighting chance jöhet. Szóval skill damage-et buktunk. Aha. Ó, HP regenért cserébe. Aha, tehát a HP regen nem azt csinálja, hogy elbukjuk a HP-nkat. Uh-huh. Jó. Mondjuk elementet ad. Legyenek olcsóbbak, természetesen. Na, amúgy ez ennyi volt. Ja, én akarok még ilyen skill issue-t.
Igen, ez a skill issue elég broken. Ugye minél távolabb van, annál többet sebzünk. És a skill issue-val folyamatosan spameli a távoliakra. Na hát most vissza is kértük a skill damage-et. Ja, ezt el akartam hozni még akkor is, hogyha range-et bukok. Ez nem. A minimalista lehet, hogy ezt elhozzuk, mert ugye én csak egy skill-el akarok játszani. Hoppá, a következő nem glitch item, amit vásárlunk, az megjelenik olyan gyorsan, ahogy csak lehet a shopban. Jó, ez tetszik. Nem tudom, rolloljak-e még. Nem volt jó ötlet. Még én azt hittem észre, hogy lila szint fejlesztések valamivel skillenek, de nem jöttem rá mivel. Igen. Kéne tower damage, mármint hogy ilyen range damage. Hát igen, most nem nagyon van HP regedünk. Beadta a lightingot. Jó. Ezt megvesszük, aztán veszünk egy ilyet. Ilyet is. Hogy is mondta? The next. Tehát akkor ez. Ott van. És akkor ezt is megvesszük. Meg azt is megvesszük. Explóziós rádiósz, az is jöhet. Jó, amúgy most nem rollolok, menjen így ez a kör. Akkor szintet lejusszott a lila, az idővel több mindent ad, mint az elején, és így később a lila több bónuszt ad, mint a legendás. Igen? Még sebzés kéne amúgy. Hát ugye a supply-okat nem talált el. Ez igazából jöhet. Ez fel fog rá menni vajon? Felment rá. Durva. Jó. Amikor én toltam a fejlesztést amúgy, hogy ne tűnjön el az akna a robbanás után. Igen? Hát
Tehát a fagyott enemik plusz damage-et kapnak, amikor kint vannak a tower range-en kívül. Jó, ezt amúgy meg is vesszük, ezt lokkoljuk. Jó. Hát. Nincs beállítva, hogy supply-ra menjem. Ez most a 109%, tehát 10%-kal több. Az a gond, amikor be volt állítva, hogy supply-ra menjen, akkor kb. Csak a supply-ra ment. Igen, egy légvédelmi gép állat lett. Hát most valószínűleg nem lenne olyan sokáig a supply, ja. Hopp! Na, azt hozzuk is crit chance-t. Ez mi? Tehát a supply-ból max HP-t szerezhetnék? Ezt nem akarom megkockáztatni. Ezt tetszik. Igen, ez egy eléggé jó lófejlesztés. Az elején az tényleg amúgy jó lehet. Fú. Hopp. Let's go. Skill issue. Még kellenének nekem a supply-ok, az a helyzet. Az ugye olyan, mint a fa a brotétóban. Biztos, hogy nem. Jó van. Jó. Biztos, hogy nem. És akkor most a money-t kéne megtolni. Itt van a skill issue.
Jó, azt még most elhozzuk, jó. Mármint nem is tudom elhozni. Na nézzük. Csak úgy duraktatja. Vissza kéne tolni a money-t. Ez jöhet. Skill cooldown speed, enemy speed. Ez jöhet. Igen, az is. Meg majd az is. Hát ez elég gagyi. Ja, max ezek az ilyen izék gyorsabbak érnek be a körben. Tudjátok, hogy most mit keresek? Ezt. Vagy lehetok, ezt így feltoljuk. Hú, most nagyon durva. Na, amúgy ezt kikapcsolom, mert hülyeség. Mármint, hogy hülyeségnek érzem. Bár a kicsi is hülyeség. Jaja, ne legyenség. Nem, köszönöm. Ez tetszik. Tehát, hogyha a torony többet tud targetelni, mint amennyi a range-be van, akkor nő a fire rate. Manit azt visszatoljuk, bár lehet, hogy... Ó, basszus, elszúrtam. Manit kellett volna visszatolni. Plusz egy skill. Plusz egy skill, mínusz 20% skill damage, plusz 24% skill cooldown, az komoly. A fire réten nőnek a gyufák, igen. A landmine tudják triggerelni ellenséges baletek, és dotot raknak, ezt el kell hozzuk. Pénz. Let's go.
És azt még feljebb kéne tolni. Jó, legyen így. Ja, amúgy én is azon gondolkozom, hogy lehet meg kéne venni, mert azt majd max úgy is csökkentjük a slotok számát. Jöhetne még mondjuk egy skill issue. Ilyen furcsán löködnek, az micsoda? Nem tudom. Jöhet. Landmine plus plus. Jó cucc. Nem tudom, érdemes erre a critical streakre rámenni. Nem, az nem kell. Aha, szóval, hogy az a dot. Hát akkor ez a boss ellen jó lesz. Bár ahhoz meg még több izét kéne lerakni, még gyorsabban kéne lerakni, tehát akkor tényleg kell a skill issue. Cross infection rate. Hopp, az kell. Igen, igen, ebbe a buildbe kell a skill issue. Na, most már 126-okat robbantunk. És még erősebb lett a csapda, a trap. Nem akarom úgy több supply-t adni, pedig hoznám.
Ját. Ó, igen. Na tessék, megkaptuk a több supply-t. Max HP, skill cooldown speed, skill damage csökkentés. Aha. Enemy spawnolhat a tower range-en belül. Hát nem tudom. Inkább ne. Mert az kevesebb sebzés, ugye? Jó nagy lett a range, pedig ugye csak egyet fejlesztettünk szerintem. Jó volt látni, hogy szinteződtünk és nőtt a range. Közben mehet egy kis deep rock, azt mondod? A fire rate-ből kettőt bukunk, de kapunk range-t, egy csomót, meg XP-t is, úgyhogy ez jó, jó döntés. Két armor, nem tudom mennyire jó választás. Még gyorsabbnak kell lennünk, srácok. Amúgy már azt hiszem értem, hogy mire jó ez a fejlesztés. Ez a Friendly Fire azt csinálja, hogy minél közelebb van a toronyhoz, annál jobban törli el azt a damage büntetést, ami van ennél a képességnél. Szerintem amúgy ezt csinálja. Mert van egy büntetés, tehát minél távolabb van, annál többet sebzel, és ugye minél közelebb van most ezzel a képességgel, annál megengedőbb a büntetés. Ezt így tudom elképzelni. Sokkal gyorsabban regenerál, hogyha 50%-kal kevesebb HP-ja van. Jó. Ó! Nincs supportunk, úgyhogy ez is jöhet. Az is jöhet. Innen minden jöhet.
Na, a következő wave az már a boss wave lesz, kíváncsi vagyok, hogy hogy bírjuk. Mondjuk nem tudom, mennyi értelme volt elhozni azt a képességet, vagy azt a fejlesztést, hogyha eltalálnak, akkor leesik a céli a képességről, mert hogy... Amúgy sincs. De még több bomba, még több sebzés, szóval lehet, hogy megértem. Ballad damage az kell nekünk. Legyen ez. Ballad damage. Legyen ez is, meg az is. Ennyi. Ez ennyi. Pillanat. Tehát max HP-ról meghaltam instant, úgyhogy amúgy nem jött felém semmi. Scriptelt a vége, legalább engedhette volna megölni a bosst. Komolyan. Igen. Most nézem, hogy mi történt, tehát nem jött. Tehát nem jött rám semmi. Tehát, hogy a sebzés semmi nem volt, ami a bosstól jött volna, annyi, hogy így rárobbant egy bomba. De hogy max HP-ról instant haltam. Jó, oké. Okay. Akkor jó. Jaj, hát ez jó kaland volt, srácok. Az a helyzet, hogy megnéztük, kipróbáltuk, ez tényleg egy brotétó, azzal a különbséggel, hogy nem mozogsz a karaktereddel, tehát még annyit se kell nyomkodnod, tehát itt most már tényleg csak a buildet kell úgymond megtervezd. Hát gyakorlatilag brotétó mozgás nélkül. Ez a játék. És amúgy a brotétó önmagában jó. Mozgás nélkül is szerintem jó. Kevesebbet kell úgymond... Hát, hogy is mondjam? Kevesebbet tudsz így úgymond hibázni abból a szempontból, hogy ugye nem kell neked dodzsolgatnod. Úgyhogy... De sebződött amúgy a boss. Sebződött amúgy a boss egy kicsit. Azt néztem, hogy eddig meg se tudtam sebezni, most meg pont sebződött egy kicsit. Szóval, ja, szerintem amúgy ez jó, nem mondom azt, hogy kiemelkedő, de amúgy egy ilyennek jó. Úgyhogy, hát lehet majd csapatni, hogyha megjelenik a teljes játék, az pedig hó vége. Tehát július 30, ha minden igaz, vagy július 29 este, ja, július 29 este 7-kor jelenik meg elvileg a Steamre, úgyhogy hajrá!